Nagyon boldogok vagyunk, hogy ismét indul, a csináljuk a fesztivált. Nagyon jó lesz. Én azt hiszem, hogy jó érzés, örülök neki, hogy bizalmat kaptam erre a sorozatra is. Valószínűleg azért, mert úgy néz ki, hogy valamilyen szinten tetszett, amit csináltam a dalban. Tehát gyakorlatilag ott egy éles kritikai megfogalmazást vártak tőlem, meg a zsűri többi tagjától is. Itt inkább boldogság van, öröm van, vidámság van. Nincs kivét, mindenki jó. Szóval annyira megdöbbentően jó volt mindenki, mert én nem dolgoztam még velük. Elsősorban a Gyuri és Klári, valamint tehát a fiatalok fantasztikusan csinálják, nagyon jó humorral, nagyon jó beleszólások vannak, nagyon jó érzékkel csinálják, és ők is értenek hozzá, úgyhogy mindenki nagyon jó itt. Én fiatal koromban klasszikus zenén nőttem fel, utána jazzzel foglalkoztam, utána jött a rock, és a mai napig a swing zenét, a rappet, a mindenfélét nagyon elfogadok, a jó zene, az teljesen mindegy, hogy honnan jön és mikor csinálták. A legnagyobb vágyom, hogy ezt csináljuk még több tíz éven keresztül, legyen csinálják a fesztivál 16. évad, és legyünk így együtt. Igazából ugyanaz a cél, hogy megtaláljuk az évszázad slágerét. Nem tudom, nekem a legfontosabb egyébként, hogy szakmai tapasztalatokat gyűjtsek, megjegyezem Gyuri bácsi történeteit, ezek tényleg egy életen át megmaradjanak nekem, úgyhogy nekem ez az igazi feladat. Nagyon szeretem az ő történeteit is hallgatni, meg ugye én a dalban többször szerepeltem, hiszen még ő is volt zsűri egyszer a 2019-es évben, de nem gondoltam volna, hogy pár éven belül egy zsűriben fogunk ülni, úgyhogy vele is szeretnék majd jobban összeismerkedni, kifaggatni arra, hogy ő hogy lett az, aki most, úgyhogy majd ez lesz a cél. Most nagyon tetszik, hogy vannak operettek. Nem azért, mert annyira szeretnék operettet énekelni, meg annyira én vagyok, de valahogy azok annyira vagányok, mind a szereplés, mind ahogy az egészet felépítik a műsorban, úgyhogy operett talán, de nem biztos. Csodálatos, nagyon boldogok vagyunk, hogy ismét indul, csináljuk a fesztivált. Nagyon jó lesz, nem árulhatunk el titkokat, de majdnem, hogy nem tudom, jobb lesz, mint a tavalyi? Azt nem tudom, de ez mind a két szereplés, színpadi szereplés, csak más jellegű. Az egyiken énekelünk és főszereplők vagyunk. A másikon ülünk. Itt zsűrik vagyunk, és nem vagyunk főszereplők, hanem főszereplők, az előadók. Az a dolguk, hogy őket emeljük föl piedesztára. Szerintem mindenről komoly véleményt fog alkotni, úgyhogy örülünk neki nagyon. És hát Prenzeskár már 66-ban együtt dolgoztunk, mikor még a Metróban játszott. És az egy biztosíték, hogy egy olyan komoly zenész, aki zeneileg is képzett, mindenhez hozzá tud szólni, és az ízlése is ugyanaz, mint a miénk, a jó zene. Nekem várj, míg fel kell majd a nap. Nem csak azért, mert Demjén Ferenccel elfogult vagyok, hanem azért is, mert talán nekem ez a dal, amiben benne van a sláger, tele van érzésekkel, ugyanakkor optimista is. Nagyon örülünk, hogyha eljut a fiatalokhoz. Már megtapasztaltuk, hogy sokan találnak maguknak olyan dalt, amit még soha nem hallottak, de beleszeretnek. És elkezdenek kutakodni, hogy mi volt, ki volt, hogy volt. Szóval én úgy gondolom, hogy tágítjuk a zenei palettát.